szeretnék bemutatni egy, egy olyan fegyvert, amiből igazából be kell vallanom, hogy ez most már a második, mert hogy, mert hogy az első, azt még a teszt során sikerült itt az egyik fórumos tagnak megvásárolnia, annyira megtetszett neki, most pedig a, az ígéretemhez híven az Atának a söréteséről fogok, a, a, bok söréteséről fogok pár mondatot beszélni, talán nem is párat, hanem elég sokat. Illetve egy picit általános az Atáról, ugye az Atát azt említettem már múltkor is, hogy egy török fegyvergyártóról van szó, aki igazából sok mindenben török elsőként kezdett bele gyártásba, félautomata sörétesben is többek között, illetve bok rendszerű sörétes fegyverekbe, illetve legutóbb a golyós fegyver gyártásba is belekóstolt, és, és hát olyan, olyan, magas szintre kezdett az emelkedni, és elsősorban itt a, a, bokfegyvereknél emelném ki ezt a szintet, amit ti is látni fogtok, hogy, hogy tényleg félelmetes, főleg az európai gyártók Számára lehet félelmetes majd ez a minőség. Az atta fegyverek szempontjából megszokott tusatalpa van egyébként a, a fegyvernek, egy gumihatású, és felül a vába besiklás segítő műanyag feltéttel rendelkezik egyébként a tusatalp. Tusa hossza egyébként teljesen standard, pácolt felületről beszélünk. Na, egyébként nagyon szép, nagyon tetszik. Pamudzsákban kapjuk a fegyvert, tehát szinte kizárt, hogy a gyárból hozzánk érve valamilyen sérülés is legyen a fegyverem. Tényleg nagyon igényes munka. Standard vadász kialakításhoz képest azért annál sportosabb, egy picit szélesebb, vaskosabb. Ugye ennek van egy sportváltozata is, majd talán egyszer azzal is foglalkozni fogunk, ahol emelhető pofadékról is tudunk majd beszélni. Ez a standard alapváltozat. Markolat kialakításában az a pisztolyfogásos markolat jellemzi, tehát viszonylag egy ilyen sportosabb vonalat képvisel ennél a fegyvernél. Amit láthatunk még, ugye a fishhaut. A fishhaut az eléggé markáns, eléggé, eléggé éles kialakítású. Azért látható, hogy ezt nem kézzel vágják, ez bizony lézelgravírozott fishhaut de elég mély, és azt gondolom, hogy a szerepét az tökéletesen betölti, tapad a pénzben. Haladjunk egy picit előrébb. Maga, meg a, maga az előadj része, ezzel az zata rendelkezik, aki, ami mondjuk lehet akár megosztó is, nem mindenki szeret különböző márkajelzéseket a fa részeken. Itt, itt egyértelműen látható, hogy lézergravírozásról beszélünk, Ugyanaz egyébként, ugyanaz a tapadás jellemzi az előadjat is, illetve egy ilyen pici, pici az atára jellemző hasa van az előadnak, ami, ami egy tök jó fogást tesz lehetővé, tehát igazából egy ilyen kicsit kiszélesedő, kicsit olyan trapos előad jellemzi a fegyver. Ugye egy fekete matt bevonattal rendelkezik a baszkül, és egy ilyen viszonylag elegáns ATA logóval az oldalán. Ha megnézzük oldalról a, a, baszkült, tulajdonképpen teljesen Beretta zárólásról beszélünk, majd amikor kicsit belenézünk a lelki világába, még jobban látni fogjuk. Vadász változatokhoz képest talán egy picit szélesebb csősínről beszélhetünk, aminek a végén egyébként egy sport irányzék található, tehát egy ilyen hosszú fénygyűjtős irányzék található. Talatta venti a, a, felső csősín, tehát ez a, a vadász változatokra jellemző lezárt csősénekkel rendelkezik a fegyver. A végén pedig egy picit ilyen, nekem ez nagyon tetszik, picit ilyen exkluzívan el vékonyadó csősinről beszélünk. Ki a felületkezelés egyébként nagyon szép barnított felületkezelés a csövön, Egyébként ez egy 76 cm csőhosszúsággal rendelkezik. Ha jól emlékszem, 61, 66, 71 és 76 centibe rendelhető egyébként ez a fegyver. Nyilván Magyarországon a 71 centinek és a 76-nak lehet jelentősége. Elől-hátul rendelkezik gyárilag a fegyver székengyelekkel, tehát igazából erre külön költeni nem kell, egyből felhelyezhetőre a szí. fegyver ösztömege gyári leírás szerint 3,2 kg, gondolom, hogy ez így a, az átlag tömeg. Egyébként ez a konkrét 76 centis csővel rendelkező fegyver, ez 3,4 kg így. Amit még itt kívülről láthatunk, igazából minden mozgó fém elem ezt a mat felületkezelést kapta, akár a, a kulcs, egyébként a kulcson látható egy szép kis gravír, ami természetesen lézelgravír, illetve az aranyozott elsütő billentyű, ami egy picit exkluzívabbá teszi magát a, magát a fegyvert. A csősín az igazából nem fut végig teljesen, tehát a nyitott része, az, az igazából ott ér véget, ahol az előadj kezdődik tulajdonképpen egy, egy két centivel alatta, és igazából teljesen nyitott. A hüvelykivetés ejektor szempontjából tiszta beretta a, a fegyver, tehát egy az egyben olyan, mint a beretta, és záró lesz szempontjából is, felül e, reteszelt a fegyver, csak felül e, kapja a reteszelést, tehát ugyanúgy, ahogy a, a beretta fegyvereknél, két Termetes csappa, amik elvégzik tulajdonképpen az árolást. Robosztus szerkezetről beszélünk, szélességében, vastagságában, az anyagok tekintetében. Nagyon megbízhatónak tűnik így a, a fegyver. Ami még tetszik nekem, egyébként a, a fa erezete olyan szép, jó kézbe venni, és egyébként a másik fegyver, ami értékesítésre kerül, annak is nagyon szép volt a fája. Viszonylag egyszerű, CNC megmunkált és talán kézzel illesztett fa-fém találkozásról tudunk beszélni. Na de nézzük meg a, a lényeget. A baszkül nagyon-nagyon szép megmunkált felületekről beszélünk, nagyon egyben van, barnított mindegyik. Ami külön meglepő volt, hogy az ütőszegnek ütőszeg elérését ugye ennél a fegyvernél is Ennél a rendszernél is lehet állítani, ez szépen be van állítva, tehát tökéletesen ott vannak pozícióban a kakasok, ahol nekik lenniük kell. Úgy tűnik, mintha a gyártás minősége mellett az anyagminőségre is nagy energiát fektettek volna az atánál. Egyébként szerkezetileg ez egy viszonylag egyszerű, általában használt rendszer igazából egy inercia tömeggel, egy billentyű sorrendváltó, minden, ami kell, benne van ebbe a fegyverben. Tehát ami, ami, látható, ugye eltoljuk a kulcsot, a két reteszelő elem az hátra jön, és elkezdjük nyitni a fegyvert, ebben a pillanatban ugye a kakasok is megfeszítésre kerülnek, beakadnak az első emelőkbe, és közben megtörténik a hüvely kivetése az ejektorok segítségével. Ellenőriztem egyébként az ejektoroknak a dobási ritmusát, teljesen egy idő pillanatban dobnak az ejektorok, tehát ez is szuperül be van állítva. Ezt azért érdemes kiemelni, mert ez biztosan emberi erőforrás kell, hogy beállítsa. Ezt nem lehet CNC-vel csak úgy megmunkálni, hogy ez, hogy ez tudja a fegyver, tehát ezt utólagosan kézzel kell beállítani, amikor összeszerelik a fegyvert. Nem automata, hanem manuális biztosító van a fegyveren. Automata biztosítási rendszert én nem látok itt, tehát nem látok rú, rudozatnak helyet. Nem kizárt, hogy van ehhez is külön rúd, ami utólag beépíthető, itt a, a csomagjában a fegyvernek nem volt mellékelve, megfeszített állapotban vannak a, a kakasok, ami látszik, amit említettem már az előbb, hogy a spirálrugók illetve a rugóvezetőknek a végei állíthatóak, tehát be tudjuk azt szabályozni, hogy a kakas mennyire nyúljon rá, mennyire nyomja meg, az ütőszegeket, tehát az ütőszeg kopásnak megfelelően utána lehet állítani a kakasokat, igazából szerintem ez egy szuper rendszer, ez megközelíti a, a komolyabb sportfegyvereknek a szintjét is. És akkor nézzük meg, hogy hogy működik az elsütés. Elsütöttük az első csövet, visszaengedjük az elsütő billentyűt, már váltott is, és sütjük a második csövet. Úgyhogy igazából én, én teljesen elégedett vagyok ezzel az egész elsütőszerkezettel. Még egyet emelnék ki, hogy az összes csap, amelyen rendelkezik a fegyver, annak azoknak a végei picit meg vannak zömítve, tehát arra is figyeltek, hogy a csapok a mozgás közben vagy a, a szerkezet működések közben ne kezdjenek el kimozogni a helyükről. Három darab sok van a készletben, Természetesen rendelhető későbbiekben csokkészlet is, vagy, vagy külső csokkok is, tehát a sportváltozatban, amit meg szintén szeretnék valamikor nektek bemutatni, hogyha megkapom, bemutatnám a külső csokkokat is. És hát, hogyha a sportváltozathoz létezik külső csok, akkor nyilván ez rendelhető ebben az alap változatba is. Tudtam, hogy ez az ATA, ez egy jó minőségű fegyver, már három évvel ezelőtt mondták az olaszok, hogy ha török fegyverről beszélünk, akkor nézzük meg ezeket az atákat, és van is egyébként valami közük a Berettához, valami együttműködés van a két cég között, és hát akkor nézegettük, de kicsit olyan kétkedve álltunk ezekkel a fegyverekkel kapcsolatban. Először nem is az atát fogtam a kezembe, hanem a Brennert, ami az atának egy olyan változata, amit egy bizonyos importőr számára Brenner márka látnak el, és igazából ott már meglepődtem, hogy milyen szuper szolgáltatási szintű fegyverről beszélünk, és igazából egy hónapja jutott a kezembe az első ilyen fegyver, és megdöbbentem pozitívan természetesen. hosszú távú tapasztalat természetesen még ezekkel a fegyverekkel azért csekély mennyiségben áll rendelkezésre, de én azt mondom, amit belülről itt láttunk, ennek tükrében szerintem ez működni fog hosszú távon is.